Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Családőrzők című műsorunkat látják. Kicsit izgatott vagyok a műsor elején, mert hogy újra egy vendéget kell majd bemutassak, de előtte azért ismerjék meg azokat, akik egyébként rendszeresen itt vannak a Családőrzők című műsorban. Sok szeretettel köszöntöm Papp Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van velünk Tornyai Gábor atya, mentálhigiéniás szakember, akit szintén nagy örömmel köszöntök. Én is örömmel köszöntök mindenkit. És elérkezett az a pillanat, amikor bemutatom vendégünket, ugye őt még ebben a műsorban nem láthatták, de biztos sokan felkapják a fejüket, hiszen székesfehérvári. Ő Páncél Gábor, akiről elmondhatjuk, hogy pedagógus, elmondhatjuk, hogy a Kerekvilágház Alapítvány kuratóriumának tagja, illetve 4 kislány gyermek édesapja. Köszöntelek szeretettel a csapatban. Köszönöm szépen, ebből a negyedikre vagyok a legbüszkébb. Azt ígértem a szakértőknek, és hát ezt ígérhetem a nézőknek is, hogy azzal kell kezdenünk, hogy egy kicsit jobban megismerjünk. Mondjál magadról néhány szót. Hát Páncél Gábor vagyok, és azért vagyok itt, mert Fekete Cseri Zsuzsannával elég régóta beszélgetünk. Oktatásról, iskoláról, és a gyerekeknek a lelkiápolásáról és a fejlődéséről, hogy mi az, amivel egy gyereket örömre és mozgásra és sikerre lehet nevelni. Úgyhogy ez közöttünk már elég régóta folyik ez a párbeszéd, és ennek köszönhetően ajándékozott meg a bizalmával, hogy képviselhetem a Kerekvilágházat ebben a beszélgetésben. Hát szeretettel fogadunk, és akkor itt az ideje, hogy rátérjünk témánkra. Megadtam a vendégnek a lehetőséget, hogy miről beszélgetne ő szívesen, és nagyon jó témákat kaptunk tőle, úgyhogy vágjunk is bele. Az első az a munka és a család összefüggése, ami most egy picit nagyobb figyelmet kap, mint az eddigi időszakban, hiszen nagyon sokan dolgoznak otthon, ami hát fenekestől fel tudja fordítani a család életét, de ha jól logisztikáznak, akkor lehet, hogy éppen béke és nyugalom van. Nem tudom, melyik a jellemző tapasztalatok szerint. Ez mindenképpen egy nehéz dolog. Nekem arra panaszkodnak otthon dolgozó szülők, hogy a házastárs sem fogja fel, hogy attól, hogy ő otthon van, dolgozik, és nem hagyja békén, és ugrálnia kell, és rohannia kell, hogy most vidd le a szemetet, és egyáltalán. Tehát nehéz dolgok ezek. Mi a ti tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Ki lesz az első? Én azt látom, akikkel így beszélgettem erről a problémáról, hogy azzal küzdenek, hogy nem válik szét. Picit az, amit itt mondtál is, hogy nem válik szét egymástól az, hogy én most dolgozom, vagy otthon vagyok. Ebből az otthonból való kilépés, vagy az otthonba való megérkezés, ez nem válik szét. És szoktam ajánlani, hogy csináljanak maguknak játékokat, ilyen otthon elhagyós játékokat, hogy amikor ő elindulna a munkába, akkor öltözön föl, kerülje meg a házat, háztömböt, üljön be autóba, menjen el akármeddig, aztán jöjjön haza, vagy érkezze meg, vegye levet, és üljön be abba a helyiségbe, amit a munkának jelöl ki, ha meg tudja oldani egy lakáson belül, vagy abba a sarokba, és amikor befejezte, akkor álljon föl. Tehát, hogy valami, jó, ez ilyen nagyon kisarkított dolog, de hogy valami be- és kimosogodási rítust azt gondolom, hogy érdemes megtalálni, ami talán segíthet abba, hogy ez a kettő valahogy szétváljon egymástól, mert legalábbis ez, innen nagyon kívülállóként ez a gondolatom, hogy ötletem volt, amikor ezzel kerestek meg, nem tudom, hogy a többiek ezt hogy gondolják, látják. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne keretek közé rakni ezt is, mint minden családi feladatot, megoldandó feladatot. Nekem nagyon sok hölgy panaszkodik, hogy munkából szakácsnővé van zsál, aztán vissza a munkába, aztán takarítónő, aztán anyuka, tehát hogy nincsen keretek közé rakva, de azt is gondolom, hogy érdemes erről beszélni, sokat beszélni, mert amit nem lehet kommunikációval megoldani, ezt még több kommunikációval lehet megoldani, és érdemes azoknak, akik otthon vannak a társaik felé, azt artikulálni, hogy mondjuk nekem mi az igényem ebben az otthon munkában, hogy nekem mik a kereteim, mik a határaim, hogy én hogy tudom elképzelni az otthon dolgozást, és mondjuk egyáltalán hogy tudok odafigyelni a munkámra, miközben mindenki rakja rám az újabb és újabb feladatot, hiszen közben teljesíteni kell. Tehát ez az otthon dolgozás, ez nem azt jelenti, hogy főzőcskézünk, takarítunk, és néha megnyomunk 3 gombot a számítógépen, hanem komoly, konkrét feladat van, amit időre el kell végezni. Hogy működik ez 4 gyermek mellett? Azt hiszem, hogy a szertartás az egy nagyon jó, amit mondtál, hogy a szertartás az egy nagyon fontos dolog, inkább rutinnak hívnám.
A túlélés gyakorlatilag az, hogy van egy napi rutin, megpróbáljuk kiépíteni, hogy akkor reggel ennyi órakor ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk. De az is nehéz, hogy különösen szerintem a hölgyek számára, még így is, hogy én úgy gondolom magamról, hogy egészen sok mindent csinálok meg otthon, így is azt gondolom, hogy egy anyuka számára azért a saját háztartásunk is egy munkahely, és abban az esetben, hogyha ő neki van egy rendes munkahelye, és még a saját háztartása is ott van az orra előtt, és látja a dolgokat, tehát nem tud elmenni egy nyugodt irodába, csak a munkájára koncentrálni, akkor ez a dolog folyton versenyzik egymással, hogy akkor melyik kér most éppen jobban enni, melyikkel kell jobban foglalkozni. Ami itt a megsínni a dolgot, ez a pihenés szerintem. Ezért kell ez a megbeszélés, ezért kell ez a csapatmunka, hogy meg az elszántság, hogy pihenjen az ember. Viszont ha már itt tartunk, azt is el kell mondani, hogy nagyon kellemes része is volt számomra a karanténnak. Sokkal többet voltam otthon, olyan napszakokban és olyan fázisokban találkoztam a gyerekeimmel, amivel máskor nem szoktam, vagy sokkal ritkábban. Nekem olyan munkahelyem volt még tavaly, amivel meg tudtam oldani, hogy reggel elvihettem én a gyerekeket az iskolába, elviccelődtünk az autóban, amíg odaértünk, mert biciklivel megközelíthetetlen sajnos, és hazafelé is én hoztam őket, egy csomót együtt voltunk, én fürdethettem őket, lefektethettem őket, és akkor még utána nekiállhattam dolgozni, hogy azt az időt még behozzam, amennyit velük töltöttem. De ehhez képest is az, hogy otthon vagyok, és ők a saját napi rendjük szerint fegyelmezetten leültek tanulni, és persze sokkal nagyobb alapzajjal, mint egy osztályteremben természetesen, de a saját érdeklődésük és tempójuknak megfelelően haladtak, ez egy borzasztóan jó élmény volt, és bennem erősen megkérdőjelezte azt is, hogy vajon az én gyerekeimnek szüksége van-e arra, hogy iskolába járjanak, de hát nyilván a szociális szempontból ez azért eléggé fontos, hogy a saját korcsoportjukkal legyenek. Minden esetre nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt, a család dinamikailag együtt lenni. Én kilógok a sorból, úgy látom, akárhol beszélgetünk erről a témáról, mindig arra jövök rá, hogy én teljesen máshogy működtem, amikor home office-ba dolgoztunk, mert azt nagyon élveztem, hogy nem kell rittyentőzni, bocsánat a kifejezésért. Azt is nagyon élveztem, hogy az a 30-40 perc autózás, még beérkezem, az nincs benne a történetben, meg a csomagolj, meg a pakolj össze, meg a legyen nálad, meg ami kell hozzá. Hanem felkeltem, megreggeliztem, beültem a gép elé, és azt vettem észre, hogy már rég ott ülök, már 8 órája, már több mint 8 órája ott ülök, és még mindig tolom, és kizártam a lakást, sőt, azt vettem észre, hogy többet dolgozom. Tehát azt az időt, amit egyébként autózni szoktam, azt is ott töltöttem a gép előtt. Tehát nem kötött le más, nem figyeltem oda, hogy most akkor, ha már itthon vagyok, főzhetnék is magamnak valamit. Addig, amíg azt mondtam, hogy munkaidő van, nem. És amikor úgy volt, hogy esetleg az otthoni munka elfogyott, akkor meg úgy éreztem, hogy hát most felesleges vagyok. Mi az, hogy én most menjek mosogatni? Hát munkaidő van, hát mi ez így nem jó. Tehát nagyon furán működtem, de nyilván nálunk nincs otthon gyermek. Most én el tudom képzelni, hogy ott, ahol ott van a kisgyermek, jó, nem a nagyobb, 10 fölött már talán nem. De egy pici gyerek nem érti, hogy apa, anya itt ül, én meg úgy szeretnék vele beszélgetni, vagy valamit csinálni vele, és hogy nem figyelnek rám. Tehát azért ő vele ezt megértetné, hogy 8 órán át itt van melletted apa, anya, de 8 órán át olyan sokat nem fog tudni veled foglalkozni, ez borzasztó lehet. Nehéz, egyik ismerősömék úgy oldották meg, hogy 4 órát apuka dolgozott, addig anyuka foglalkozott a kisebb gyerekekkel, és aztán cseréltek. Nyilván így kitolódott a munkaidő, mert valaki mindig dolgozott, viszont nem az volt, hogy mind a két szülő ül a gépek előtt, és a gyerek meg mondjuk nem tud magával mit kezdeni, nem volt nagymama, nem volt senki olyan, akit oda tudtak volna hívni, meg ráadásul ugye karantén volt, tehát nem lehetett csoportosulni. Egyébként nálunk is felnőttek a gyerekek, és senki nem lakik velünk. Én például arra használtam ki ezt a plusz időt, hogy minden, ami elmaradt, azokat csináltam meg, az összes sok éves elmaradást, amiket gyűjtögettünk, mindenki lett szanálva, kidobálva. Például ez is egy felszabadító élmény volt számunkra, hogy végre az a sok-sok minden, ami egyébként terhelt minket, csak nem volt energiánk időnk rá, végre kikerült. És még ajándékoztunk is, mert voltak hasznos dolgok is, amit tovább tudtunk adni.
Aki nekem így panaszkodott, vagy akik többekkel is beszélgettem erről, nem is annyira a családdal való nehézség volt a nehézség, illetve mind a mai napig, mert hogy azért nagyon sok cégnél most is így dolgoznak, hogy home office-ban vannak otthon, hanem sokkal inkább a szociális kapcsolatok. Tehát, hogy azon túl, hogy otthon hogyan tudjuk megoldani azt, hogy dolgozunk, ugye most éppen nincsen, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a gyerekek nem mennének el otthonról, hogy a másik fél ne tudjon elmenni dolgozni, de amikor valaki otthon marad egyedül, és hosszú heteken keresztül egyedül van otthon, aki egyébként mondjuk olyan cégnél dolgozik, ahol hivatalban találkoznak másokkal, valamiféle kapcsolatok vannak, ott látom ezt sokkal inkább nehézségnek, hogy akkor most ő tulajdonképpen hogyan dolgozza ezt fel, hogy egyedül van otthon, ugyanakkor meg mégiscsak dolgozik. Tehát, hogy ha nehézség, akkor talán ez sokkal nagyobb nehézség, mint az, hogy most a családjával mit kezdjen. Nekem olyan érzésem van, hogy ennek a helyzetnek köszönhetően kapcsolatok változhatnak meg. Most képzeljük el azt a helyzetet, ahol tényleg karantén van, tehát nem mehet ki a családból senki, még az utcára sem, ugye. Tehát össze vannak zárva 10 napig most a szabályok alapján, hogy teljesen más oldalról ismerhetik meg akár a gyermeket, akár egymást a házas felek, és nagyon sokszor még feszültséggé is alakul ez a dolog, ahelyett, hogy nagy öröm volna, hogy most együtt vagyunk 10 napig, ennyi. Hogy ezt valahogy lelkileg, tehát egy ilyent hogy kell agyba eltenni úgy, hogy ennek jó vége legyen? Vajon mi segíthet? Nekem erre van egy elméletem, amit a karácsonyhoz tudok kapcsolni. A karácsony az az időpont, amikor a legtöbb család újra találkozik, esetleg a távollakó rokonok is összegyűlnek, és hogyha ez a karácsony mondjuk egynapos, mert csak oda megyünk, mindent megeszünk, és aztán utána ünnepelünk, és aztán tovább megyünk. Szóval, hogy ezek általában konfliktusokba szoktak kicsúcsosodni, mert hogy régen találkoztunk, régen beszélgettünk, mindegyikünk másmilyen, és emiatt maga az ünnep is egy csomószor szikrázik, a szó minden értelmében. De az, hogyha a családtagok összejönnek 2-3 nappal korábban, már ott alszanak egymással, beszélgetnek folyamatosan, és van egy ilyen ráhangolódás az ünnepre, akkor ezek a konfliktusok sokkal könnyebben tudnak megtörténni, és tényleg egy együttlétet élünk meg, mert akkor a konfliktus az csak egy darabka volt egy 3 napos időszakban. És azt csak azért mondom, hogy egy 10 napos összezártságnál is, vagy egy akár még hosszabb összezártságnál is, ugye ennél sokkal rosszabb, ha az ember egyedül van, hogyha van kivel beszélni, akkor van idő összeveszni, van idő kibékülni, és ez igen, tehát a berendezkedés fejben az nyilván az, hogy nem lehet elmenekülni, hogy akkor ezt most itt besöpörjük a szőnyeg alá és elfelejtjük, ami pedig teljesen jó, mert ugye azért nagyon sok embert ismerek én is, akinek a konfliktus kezelése az nem árt, ha fejlesztve van egy picit, és pont az ilyen helyzetek azok bőven tudnak hozni lehetőséget arra, hogy ne tudjon elmenekülni, elbújni a megbeszélés elől. Hát ezek ugye adják a külső kontrollt, a tükörhelyzeteket, mert nyilván, ha összeütközök valakivel, vagy konfliktusom alakul ki, akkor az róla is szól. Tehát ugye ezekben lehet fejlődni, ezekben a helyzetekben, hogyha megvan a megfelelő érzelmi és egyéb intelligencia. És hát ugye a konfliktus kezelést, amit mondtál, hogy nem árt, ha fejlesztve van, tényleg vannak olyan embertársaink, akiknek átlagon aluli a konfliktus kezelési képességük. Nem jutottak még el arra a szintre, hogy megfelelően tudják kezelni, akár ha csak egy vita kialakult, tehát nem is kell kiabálásig jutni, csak egy gondolat különbözőségig eljutni, és nem mindenki képes ezeket jól kezelni, hiszen lehet ezt jól kezelni, csak nincs még meg rá a stratégiája, vagy nincsen terve rá, vagy nincs tapasztalata. Gábor atyának megint eszébe jutott valami, láttam, mert nagyon mosolyogtál a történetet. Nagyon mindennel igazából. Csak így azon gondolkodtam, hogy ez a milyen izgalmat, inkább csak a szituációt próbáltam így fölvázolni magam mellett, hogy megjelent egy ilyen helyzet. Igen, nem, mert csak egy alacsony, hogy is fogalmaztad meg, hogy konfliktus kezelési képessége rendelkező ember 10 napig össze van zárva azokkal, akikkel konfliktusba kerül, hát az egy elég izgalmas. Ismerünk ilyen helyet, nem oda te jársz gyakran, ahova a bűnözőket rakják közül.
Ez... Előbb-utóbb is kialakulnak a, hogy mondjam, a maguk rendje és rendszere, mondjuk akár egy zárkán belül, hogy hogyan tud az jól működni, mert ott is ugyanúgy, ott aztán tényleg megvan a nem 10 napos karantén intézőjelben, hanem azért ennél sokkal hosszabb, és aztán kialakulnak az zárkán belüli rendek, rendszerek, amik, amitől az a, az a zárka élni vagy működni tud. Most, hogy nagyon kisarkítom, akkor egy ilyen bezárt állapot, egy ilyen család bezárt állapot, az szintén egy ilyen helyzetté tud alakulni. Én azt gondolom, hogy annyiban tud esetleg még izgalmas is lenni egy ilyen helyzet, megint csak nagyon kívülről, pályaszéléről mondom ezt, hogy olyan dolgokat tudok megismerni a másikból, amiket eddig nem is gondoltam. Egy emberi kapcsolat, az, én azt tudtam mondani, hogy addig ér egy kapcsolat, ami tud változni és válaszokat adni. Hogyha megmerevedik, és nem, nincsenek új válaszok, nincs új reakció, onnantól kezdve gyakorlatilag egy halott kapcsolatról van szó. És ezek az új és új helyzetek, azok azért azt a fajta belső rugalmasságot edzik, amitől élő tud maradni egy család, egy közösség, ami soha nincs készen. És most ez a világ, amiben most benne vagyunk, ami február óta itt körülvesz bennünket, ami fölborított minden eddig megszokott rendszert, ritmust, és kezdve onnan, hogy bezárkóztunk, nem zárkózunk, hogy most ki tudja, mi lesz majd velünk jövőben, mert ugye ez is ugye ott lebeg, hogy egy ilyen megfoghatatlan ködbe vagyunk, hogy nem látjuk azt, hogy mi az, ami holnap lesz, vagy holnap után, milyen rendelkezések, intézkedések, lesz vakcina, nem lesz vakcina, lesz munkahely, nem lesz munkahely, és ez mind olyan valamiféle választ követelne, amire igazából nincs válaszunk. És azt hiszem, hogy ez a helyzet ennyiben izgalmas lehet, hogyha valaki ezt tudatosan kezdi megélni, vagy mondjuk egy családon belül ezt tudatosan kezdi megélni, hogy azok az eszközök, amik eddig megszokottan ott voltak nálunk, működtek nálunk a hétköznapokban, most elvesztek. Képesek vagyunk erre, hogy megtaláljuk azt, hogy a mi családunk hogyan tud létezni mondjuk egy ilyen helyzetben, 10 napos bezártság, home office és egyéb dolgok, amik meg én azt gondolom, hogy egyben egyfajta reménységet is, most nem kimondva, de hogy az élet reményét tudják hordozni, hogy képesek vagyunk ezekre válaszolni. Most így a katolikus papkalapomat fölvéve, hogy ez a húsvét reménye, hogy volt egy megszokott ritmusunk. Én nagyon szeretem a húsvéti liturgiánkat, mert pont nekem egyfajta ilyen séma, akár mondjuk egy ilyen helyzetre, hogy a nagy csütörtök az még úgy kezdő, mint egy normál mise, de nincs vége. A nagy péntek az ilyen totál kavart, tehát abszolút nincs eleje, nincs vége, meg semmi megszokottság, a nagy szombat, tehát a totál belehalás, és akkor jön a feltámadás ünneplése, meg nincs eleje. Csak egyszerűen úgy fejeződik be, mint ahogy eddig volt. De hogy már azzal a tapasztalattal, hogy keresztül mentünk egy ilyen kavarcon. És hogy én azt gondolom, hogy talán egy ilyen válasz lehet mondjuk erre a helyzetre, inkább a reménynek a válasza, hogy most valami megfoghatatlan helyzetben vagyunk, amiben valami kapaszkodót és választ keresünk, mindarra, amiről most itt szó volt, de azzal a reménnyel, hogy valamikor, amit nem tudjuk, hogy mikor lesz, de hogy lesz egy újra rendezett világ körülöttünk. Amiben már benne lesz az a megküzdés, amiben most benne vagyunk. A home office-tól kezdve a bezártságon át, a mit csináljunk, hogyan csináljunk, maszkot viseljünk, ne viseljünk maszkot, találkozunk, védőtávolság, mindenféle az izegés, ami körülöttünk van, de hogy ezzel a tapasztalattal tudunk tovább menni. Én ebben a reményben is vagyok, persze nem biztos, hogy ez így van, de, vagy így lesz, de hogy akár ezt is hozhatja most ez a helyzet. Tehát profitálhatunk is belőle valójában? Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, mi több, ha titeket jól értettem, akkor akár pár vagy családterápiára is alkalmas az a 10 nap, hogyha össze van zárva a család vagy a párok. Hát vagy akár a mélyebb megismerésre, de egyébként, amiről itt Gábor beszélt, hogyha egy szóval összefoglalhatom, a bizonytalanság. Tehát ugye, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy maszk, nem tudjuk, hogy ez az amaz, és ugye a bizonytalanság az mindenkit megvisel, mert ugye az ember alap érzelmi jólétéhez hozzátartozik a biztonság. Na hát itt minden van, csak biztonság nem, hanem teljes bizonytalanság, és ugye ilyenkor jön be a rugalmas ellenálló képesség, a reziliencia, hogy tudok ebben én megmaradni, ember maradni, hogy tudok ezzel megküzdeni, tudok-e terveket készíteni, milyen céljaim vannak, egyáltalán mennyire látok előre? Nekem az is eszembe jutott még, amit itt most így felvetettél, hogy akkor ebből profitálhatnak a családok. Én inkább úgy gondolom, hogy,
hogy akár úgy, hogy ráláthatnak arra, hogy a kapcsolataikban mi az, amiben dolgozniuk kell, és adott esetben az még már egy még tudatosabb élet, ami szerintem, hogy akkor elkezdek segítséget kérni, mondjuk akár, hogyha kell, szóval hogy azt hiszem, hogy ha ezt családon belül sikerül megoldani, ahhoz két nagyon intelligens emberre van szükség. És ezzel most tényleg nem akarok senkit se bántani, de hogy ez egy olyan fajta érzelmi, meg nem tudom, mindenféle egyéb intelligencia kell hozzá, hogy ez úgy szépen le tudjuk rendezni azt, ami egyébként, és kommunikáljunk, és üljünk le, és fú, ez fantasztikus lenne, ha mindenki ilyen lenne. De azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja ezzel a fajta, és megint senkit nem bántani, csak próbálok őszintén tisztán veszni, hogy ezzel a fajta felnőttséggel kezelni mondjuk akár ezt a helyzetet. De arra alkalmas lehet, hogy rálássanak arra, hogy mi az, amin esetleg változtatni, mi az, ami nem működik, és mi az, amin segítséget kell kérni, vagy érdemes kérni, ha már egyszerű családőrzőkről beszélünk, és ezt a téma így itt van. Én azért örülök, hogy ezt mondjátok, mert ezzel valamiféle kis megoldást tudunk adni, mert hogyha akinek otthon kell maradni, azzal foglalkozik, hogy figyel a családra, figyel a társára, a párjára, megpróbálja megérteni, és megpróbálja otthon kialakítani így az életet, nem foglalkozik azzal, hogy miért nem mehetek én ki. Mert ugye sokan mondják, hogy szinte depressziósá válnak attól, hogy ők most 10 napig nem hagyhatják el a lakást. Én azt hiszem, hogy aki így családban él, és a figyelmét a családra fordítja, az nem fog azzal foglalkozni, gondolom én. Azt hiszem, hogy a tér elhagyás az önmagában még nem is csak az, hogy nehéz esetleg együtt lenni azokkal, akiket nagyon szeretek egy idő után, hanem az embernek szüksége van arra, hogy elhagyja a teret, amiben van, és más terekbe menjen. És itt üt vissza az, hogy mennyire urbanizált környezetben élünk, hogy miközben mindenki a városban megy munkahelyet találni, vagy a városban tud munkahelyet találni, és viszonylag jelentős része az embereknek szerintem élhetetlen környezetekben kell, hogy megoldja a hétköznapjait. Közben arra vágyik, hogy kimehessen a szabadba, egy kicsit sétálhasson fák között, és rugdoshassa a faleveleket, és azt gondolom, hogy a karanténnak ez is egy fontos hátránya, hogy nem csak az emberi kapcsolatok, de hogy magával, a természettel, a friss levegővel, a mozgással való kapcsolatunk van korlátozva, és ezt kell újra definiálni 4 fal között, ami azért gyakorlatilag lehetetlen szerintem. Ezért jó, hogy mindez nem nyáron volt, mert akkor még messzebb lett volna el is élni, azt hiszem, hogy abszolút képtelenség. Azt beszéltük meg, mielőtt elkezdtük volna a műsort, hogy ugye a munka és a család kapcsolata. De most a munka valójában azt a részét érintettük, amelyik otthon van, hogyha home office van, hogyha az a helyzet, hogy otthon kell dolgozni. Pedig nagyon szeretnék beszélni arról is, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az egyik szülő távol dolgozik, és ritkában látják, nem tud úgy hazajönni minden nap, vagy csak hétvégén jön haza, ami szintén egy nagyon nehéz helyzetet teremt a családokra nézve, de azt hiszem, hogy ezzel már majd a következő műsorban tudunk foglalkozni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, így köszönöm Pap Csillának, Tónyai Gábornak és Páncél Gábornak is, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkat látták, ezzel az összeállítással 1 hét múlva jelentkezünk, és ahogy hallották, akkor beszélünk majd akkor, hogy mi van akkor, hogyha az egyik szülő távolabb dolgozik. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!